A Biblia homályos utalásai. Jézus ikertestvére. A Vatikán nem akar beszélni róla. Az elátkozott baba. Szia, akarsz játszani? Az idegenek társadalma. Mik a földön kívüliek szándékai? Soha nem létezett. Történelemből törölt emberek. Adós, fizes. A pénzügyi apokalipszis sötét lovasai. Az univerzum szószék. Ősi csillagtérkép a török dzsámiban. Csodatévő ruhadarabok. Hologram a textil rácsban. Halálos szeánszok. Szellemek által okozott fizikai betegségek. A jövő emlékei. Nincsen végzet, csak ha bevégzed. Mindenről és még sok más izgalmas dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin októberi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Hihetetlen nézőjét, Szűcs Roberttel együtt. Üdvözlöm Önöket! Dombóvári Gábor vagyok. Hogy szalad az idő? Hát itt van az ősz, itt van újra, pedig épp, hogy kimentünk a nyárból. Na de hát most már, hát ilyenkor szeptember, és mintha már megint annak is a vége felé közelednénk. Szóval, sajnos közeledünk is a végéhez. Sajnos közeledünk is a végéhez, de hát aminek nem közeledtünk a végéhez, arról nem beszélünk, mert annyi minden változik itt nap mint nap, miket mondok óráról órára, ha most éppen csak, ha nem az orosz-ukrán háborúról beszélünk. Bár azt jósolták már két héttel ezelőtt, hogy elképzelhető, hogy tél előtt befejeződik. Mondták az egyik oldalon, a másik oldalon azt mondták, hogy biztos, hogy nem. És emlékszem, tél, mondták az oroszoknál, mert Napóleon és a tél tábornok megjelenése, amikor majd hideg lesz, amikor elkezdenek fázni a katonák, meg ilyesmi, akkor megváltozik a harci morális. Meg, hát aztán vagy megváltozik, vagy nem, de hát ez olyan, mint amikor jön a hideg, és akkor a migránsok is kevesebben lesznek, ez is már azóta dugába dőlt, de hát nem akarok én visszatérni most a múltkori műsorra, mert tényleg annyi minden történik tényleg óráról órára, és egyáltalán nem akarom sem megdicsérni, sem megszidni az Egyesült Államokat, vagy éppen az Európai Uniót, de és vezetését, és az agyament döntéseket, mert sajnos itt az utóbbi hónapokban nem sok minden fordult jóra. Így van. Na. De most például most gondoljunk arra, hogy nekünk, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzunk, erre ugye bár kellett volna itt most egy pezsgő meg berúgni, mint az albán szamára is szokták ott mondani, hát hogy 10 éve, hát ott 10 évesek vagyunk, most szeptember 23-a van, így van. És 2012. szeptember 27-én, tehát 4 nap eltéréssel akkor jelentkeztünk be az Ez Hihetetlen című adásunkkal, most tízszeren úgy jelentkezünk, akkor elmondtuk azt, hogy mire számíthatnak a kedves nézők, és mivel szeretnénk foglalkozni. Most meg megpróbáljuk beleépítve, mert azért lesznek bejátszások, meg lesznek olvasóigények, elmondani, hogy mit csináltunk az elmúlt 10 év alatt, ez hogy érték meg az olvasóink, mennyit változott a világ, nagyon jó, hogy ezt mondtad. Tehát hogy ez a műsorban ezzel foglalkoznánk, mert hogy 10 kerek 10 esztendősek lettünk, és azt hiszem, jól emlékszem, összességében minden estől ez az 513-a. Tehát az nem kerekszám, az 500-at már, azt már te egyszerű felkoperáltat, hogy azt már átéptük, most már itt tartunk, de 10 kemény esztendő, és ebből főleg az utóbbi 7 év, 2015-től, amikor elkezdett ez az összes őrület a világon, és mi erről folyamatosan, rendszeresen, nagyon sok adásban minden lényeges dolgot elhozunk. És minden lényeges dolgot meg is kérdeztünk, és mindig becsületesen külföldre, belföldre küldtük a nyereményeket. Meg is mutatom most, hogy mi a következő. Földi Pál, az orosz-ukrán konfliktus háttere. Hát ez nagyon aktuális. Ez nagyon aktuális, és azért is merem ezt ajánlani, mert szóval egyszerűen megdöbbentő, de én azt hiszem, hogy Földi Pál katonabiselt ember. Így van, pontosan, így van, és ez egy nagyon fontos könyv egyébként, mert tényleg közérthetően, egy átlagember számára érthető módon foglalja össze a dolgokat, tehát nem megy bele olyan mélységben, hanem az, hogy mindenki megértse, hogy tulajdonképpen
hogy is alakult ki, miért alakult ki, és miért jutottunk el most 2022-ben, igen, hogy ilyen helyzet van. Na most természetesen mi, mint a műsor szereplői nem sorsolunk, illetve nem játszhatunk, de ezt kölcsön adod majd? Igen. Mert nagyon kíváncsi vagyok. Ami pedig nem véletlenül mondtam én az előbb, hogy itt van az ősz és szeptember vége felé közeledünk, mert már megvan a szeptemberi után az októberi szám, és a féléves előfizetés, és természetesen az új, mi lesz a címe? A titkos tudás külön számunk is megvan. Ezt is meg lehet nyerni. Majd a végén elmondom azért, hogy a beküldési határidő az mikori, emlékezetem szerint október 5-e, de hát erre majd a végén visszatérünk. Na de, hát itt arról van szó, ugye, hogy gondolatok, meg kicsit úgy elgondolkodtató elmélkedések is, ha így mondjam. Hát itt 10 évesek lettünk. Szóval azért most már kifele megyünk a gyerekkorból, és megyünk befele abba a bizonyos tinédzserkorba, és én nagyon remélem, hogy van még ebben a műsorban annyi, és ezt az elmúlt 10 év, és ahogy mondtad, különösen az elmúlt 7 év bizonyítja, hogy nekünk nincsen varázsgömbünk, amiben bele tudunk nézni, nem járunk jósnőhöz, kártyavetőhöz sem, hanem megpróbáljuk reálisan, és azt hiszem dicsérhetjük magunkat, de remélem a nézők is ezt tezik, megpróbáljuk reálisan bemutatni minden oldalról azokat a világjelenségeket, beleértve Magyarországot is természetesen, ami egyrészt aktuális, másrészt meg nem világos, hogy mi a háttere, mondjuk a háttérhatalomnak sem, és ezért mondom, hogy ebben a műsorban szerintünk, és a nevedben is beszélek, van annyi, és sajnos van annyi aktualitás, és van annyi, ki is mondom, szörnyűség, ami történik ezen a bolygón, hogy lesz sajnos ilyen értelemben véve miről beszélni, mert ugye hát nem véletlen, hogy a Hihetetlen és a 10 év után ennek a műsornak az az alcíme, hogy egy elmebeteg világban élünk. Ez egy finom meghatározás. Ez egy nagyon finom meghatározás, és főleg azért, hogy nem úgy szól a meghatározás, hogy elmebeteg emberek rabigájában élünk, hanem maradjunk így a szelidebbnél. Elmebeteg világ, pedig azt hiszem, hogy nem túloztam az előbbi kijelentéssel sem. Igen. Hát akkor, ha kezdjük talán azzal, hogy egyrészt, hogy mi minden történik, de azért... Már mondhatok néhány mondatot a történtről, de és nem csak azt mondom, a történik. De mielőtt, hogy mi minden történik, és azért mondtam az előbb, hogy az elmúlt 10 év, hát akkor mit, hogy úgy mondjam, jeleztünk előre. Ez nagyon jó volt, ez az elmúlt 8 év, ez volt. Igen. Az elmúlt 10 év. Nem csak az, ez egy hihetetlen műsor, értelemszerűen a hihetetlen dolgokkal, megmagyarázhatatlan jelenségekkel kell foglalkoznia. Mi ebből az 513 adásból, mintegy 370-nel, ben ezzel foglalkoztunk, és kb. 140 olyan adás volt, amiben ezekkel az összeesküvés elméletekkel, háttérhatalommal és az összes ilyen kaszinókapitalizmustól elkezdve tornyok haláláig minden létező dologgal foglalkoztunk. Ezt az elején még ugyebár nagyon tolerálták. És nem tiltottak ki, semmit. Ha véletlenül a YouTube-nak valami fajta kifogása volt azért, mert mondjuk filmbejátszások voltak benne, zárójel. Megértem, hogy idézőjelben téve ez jogsértés lenne, hogyha lementék az egész filmet, de így mi a filmnek csinálunk reklámot, mert ebben mi azt hiába írtuk meg, de nem volt ennyiért, amit elfogadtak, hogy mi ezt azért használjuk a filmbejátszást, hogy bemutassuk, hogy milyen jól, milyen fantasztikusan csinálják. Ezt a filmet azért meg fogják nézni, ki fogják kölcsönözni, akár letöltik, akár micsoda, tehát ezzel mi azt, hogy csináltunk, mindegy. De ha véletlenül a YouTube-nak valami gondja volt, a Facebookon megjelenhet. Most eljutottunk odáig, sajnos. Két héttel ezelőtt a Hihetetlen magazin szeptemberi lapszámának a borítója miatt valaki feljelentette a Hihetetlent, feljelentette az oldalunkat, igen, és akkor két napra tiltást kaptunk azért, mert Hihetetlen borítója miatt, egy olyan újság borítója miatt, ami kint van az utcán, aminek soha semmifajta problémája nem volt, de ez minden esetre megtörtént. Na mindegy, mi egyébként nagyon aktuálisan 2015-ben, abban a pillanatban, hogy jött be a migráció, akkor azzal elkezdtünk foglalkozni utána összeesküvés elméletekkel, klímával, amit két héttel ezelőtt elmeséltél, hogy folyamatosan jöttek a cancel culture, az eltörlés kultúrával, a Me Too-val, az engem is ezzel az erőszakos, amiből megint csak egy ilyen bohóc dolgot csináltak, a PC-vel, vagyis a polkorrekt gondolkodásmódból, amit bevezettek, ami iszonyat ilyen káros
És a mostanáig utána az összeesküvésekig a COVID-19, a COVID-19-et nagyon jól feldolgoztuk. Nagyon emlékezetes marad nekem, hogy a YouTube letiltotta azt a műsorunkat, amiben egy amerikai orvos az Amerikai Egyesült Államok szenátusa előtt elmondta véleményét az Ivermectin nevezeti gyógyszerről, és a YouTube letiltotta, tehát még egyszer mondom, nem otthon a házi stúdiójába készítette az orvos, hanem egy beszédet tartott, de nem beszédet tartott az Amerikai Egyesült Államok szenátusán. És ha valaki ezt fölmerte rakni, emiatt letörölték, a következő volt, a WHO nem ért egyet azzal, hogy az Ivermectinnek nem tudom milyen hatása van, tehát éppen ezért töröljük a műsor. Mi van? De a WHO honnan kapott pénzt? De a Bill Gates-től kapott pénzt, meg rengeteg üzletem. Na de kit érdekel, hogy mi a véleménye? Az, hogy mostanra már nincs szabad sajtó, meg szabad média nincs, hiába jönnek egyébként, és mind a két oldalról el szokott hangzani, hiába jönnek bármilyen formában, hiába mondják el bármilyen formában, nincs. Nem létezik. Nálunk az, hogy megvan adva az a lehetőség, hogy nekünk lehet egy ilyen műsorunk, meg van még hozzánk hasonló meg ilyen műsor, az tényleg csak egy unikum. Ezt nem lehetne megcsinálni Nyugat-Európában, ezt már elmondtuk más műsorokban, más környezetben, nem lehetne megcsinálni, mert ilyen nincs. Bocsánat, én is elmondom, csak más műsorokban, én még hozzáteszem, hát a nézők tudják, rádióban, mindegy, ahol dolgozom, ott is jelentkeznek külföldről nagyon sokan, és éppen Németországból hallgatók elmondták, hogy nagyon szépen köszönjük erre a műsorra, hogy innen tudnak meg olyan dolgokat, amit Németországban már nem mutat a tévé. Még Angela Merkel idejében is volt ilyen, hogy itt tudták meg innen azt a részét a beszédének, amit otthon nem. Így van. Na most akkor, amikor mondják, hogy hú, hát kormánypropaganda meg ilyesmi, mindenhol ez van egyébként, mindenhol az volt az éppen regnáló hatalom óriási elképesztő propaganda tevékenységet folytat, és tudomásul kell venni, hogy ez van. Nekünk egyelőre van két szerencsénk. Az egyik, hogy itt a hatos csatorna. A hatos csatornán megnézhetik egyelőre cenzúrázatlanul a műsorunkat, és emiatt itt nem lesz ebből semmifajta probléma. A másik, hogy itt van a papír alapú Hihetetlen magazin és a Hihetetlen külön számok, mert azt sem cenzúrázzák még. Hát ennek nem tud utánunk nyúlni a Facebook, vagy a YouTube, vagy bármi. Már a Daily Motion is letiltott a műsorunkat. Na tessék. Mert a Daily Motion az pedig egy teljesen nyitott platform volt rengeteg. Vannak ilyen kisebb platformok, csak ott nem lehet olyan nézettséget elérni, mint hogy a nagy összomlásnál, mit tudom én, 125 ezeres csak YouTube nézettség. Tehát ilyeneket azokon nem lehet elérni. Mm. Tehát ezt is azok, akik ezt tudják, hogy csinálják, és egyre szörnyűbb egyébként a cenzúra, az 500, elmondtam neked, hogy 513 adásunk volt, és ebben most 330 van fönt egyébként a YouTube-on. Az utóbbi időben minden létező dologba, amit el tudsz kézzelni, mindenbe belekötötnek, és jönnek a jóindulatú feljelentkezők. Ellenben vannak egyébként tündéri aranyos, fantasztikus, nagyon kedves, nagyon aranyos nézőink, olvasóink, akik viszont megírják a gondolatéket, és ez borzasztóan szimpatikus. Az egyik hívta fel a figyelmet erre, például, hogy feltűnt önöknek, hogy az Egyesült Államok történelmében még nem volt olyan, hogy egy leköszönő elnök után, két év után a leköszönő elnöki házkutatást tartanak. De meg hogy letiltják? Hát letiltották a Twitterről, 82 millió követője volt, letiltották a Twitterről. Megakadozták a Facebookon való jelenlétet, a YouTube-on, tehát egyszerűen a liberális virágmédia támadást indított ellen, de most már két éve nem elnök, igen, és kimennek a birtokára, várjál, és természetesen ilyen-olyan minősített iratok, akármicsodák vannak. Na de eltelt, és már nem elnök, de hát akkor ki az úr a háznál? Egyrészt gondolom az FBI, másrészt pedig, hát most már bocsánat a szója, de olyan hülyeségeket mondtak, hogy igen, esetleg olyan iratok vannak, amik nem nyilvánosak, és szana szét a földön össze-vissza volt dobálva. Na most, hogyha azt mondom, hogy esetleg lett volna olyan, ami nem tartozik még most a nyilvánosságra, nem hiszem, hogy Trump elnök olyan lökött lenne, hogy ezt a saját lakásában a padlóra és a szőnyeg mellé dobálja le a földre. Nem tudom. Ilyeneket Trump is olvastam. Trump egy milliárdos embereknek van 18 milliárd dollárnyi vagyona, meg hát azért van személyzete, meg nem tudom micsoda, tehát azok úgy rendben tartanak. Hát. Az iratokat ott a FBI dobálta ki. Na de ilyen tényleg, hogy egy volt elnökhöz kimennek? Hát a másik nézőnk azt mondta, azt írta, hogy hát a pénz, hogy a pénz kapcsolat, hogy egyfelől, hogy a
pénzt tökéletesen az alkalmas erő kordába tartsák az egész emberiséget, de a másik része, azt mondja, időjárás, azt mondja, neki eszébe jutott az aszállyal kapcsolatban. Igen. Meg erről az egészről azt mondja, hogy hát azt mondja, annyit beszéltek már ebben a műsorban önök arról, hogy időjárás befolyásolás. Igen. Nem gondoltak esetleg arra, hogy most pontosan ugyanezt történik? Hogy a világ egyik felén egyébként Pakisztánban a fél szegények, fél ország víz alatt van, 4 millió épület dőlt össze, figyelme be, hogy ott vagy 10-20 laknak, abban 80 millió ember lett azonnal hajléktalan. Itt megjött a hatalmas nagy aszály vagy valami. De Dél-Európában például, Görögországban színültig vannak a víztározók, ott annyi eső esett, hogy mit tudom, 3-szor annyi. Na de hát, hogyha valaki beavatkozik egyébként a világnak az időjárásába, akkor az ezzel jár, mert egy olyan összetett rendszer, és akkor gondoljál megint most a nem régen volt augusztus 20-a, amikor nem tartották meg a tűzijátékot, mert a meteorológia olyan jelentést adott, hogy 85%-os valószínűséggel vihar, meg ilyesmi, nem lett semmi. Bocsánat, csak hozzáteszem, hogy az országos meteorológiai szolgálatról van szó, igen. És akkor ez nem marad bennem, mert hát el is bocsátották a két vezetőt mindenféleképpen, de a kereskedelmi televíziókban, ahol szintén profi meteorológusok dolgoznak, és nem csak azért beszélnek, mert magas sarkú cipő van rajtuk, és a vezetője, hát nyugodtan mondhatom, megjelent, azt mondta, hogy most már úgy néz ki azokban a televíziókban az időjárás jelentés, mint egy látványpékség, és ők meg visszaírtak, hogy úgy látszik, hogy a látványpékség jobban működik, mert ők már akkor aznap 20-án délelőtt megmondták, hogy estére nem várható semmilyen. De hát aztán ez történt. Igen, na most erre de ez szokták, nem a befolyásolás, igen, szóval de erre ez ezt szokták mondani, hogy az időjárás rendszer, az egész klímarendszer olyan összetett, mindig erre szoktak hivatkozni, és éppen ezért borzasztóan nehéz megjósolni bizonyos dolgokat. Én nekem erről mindig az jut eszembe, hogy akkor miért jósoljuk meg azt, hogy mi lesz 5 év múlva, 10 év múlva, 25 év múlva, 50 év múlva, igen. Mi lesz a Földdel, amikor ezek az időszakok az ember jelenléte nélkül, vagy a technikai civilizáció nélkül ugyanúgy bekövetkeztek. Hát amikor kitört a nagy pestis járvány, akkor éppen egy kis jégkorszakot éltünk meg itt. Olyan volt, hogy augusztusban, mit tudom én, pár fok volt csak, vagy fagyott augusztusban, például Magyarországon elfagyott a termés, az emberek legyengültek. 50-es években és akkora aszály volt, mint most. Így van, tehát, sőt, még nagyobb aszály volt egyébként, meg a Balatonnak, hogy kiszáradt, de mondták, hogy 60 évvel ezelőtt sokkal jobban kiszáradt, és közé tették a képeket, hogy 30-40 métert be lehetett sétálni, szabadon voltak a stégek, már úgy értem, hogy nem volt ott a víz, és lejjebb volt. Bocsánat, nekem a kedvenc példám, nem én találtam ki, szoktam beszélgetni Németh Lajos meteorológussal, és ő hozta még évekkel ezelőtt, mondta, mielőtt még ez a, hát nyugodtan mondhatom, ez a mostani nagyszabású klímahisztéria kitört, már akkor mondta, hogy amióta, és erre jutott eszembe, hogy említetted, hogy az emberi beavatkozás, meg széndioxid, kibocsátás, meg minden, akkor nem ez volt, de Grönland, ami Greenland, zöld sziget, igen, zöld föld, ahol zöld, és most meg jég, szóval, és mondtad az előbb a kis jégkorszak, stb. Szóval egyszerűen a bolygó történetében olyan periódusok vannak, amit el kell fogadni, és nem ráfogni mindenre, vagy befolyásolni. Még egy kedvenc példám van, igazíts ki, ha rosszul emlékszem, hogy amikor Pekingben, Kínában volt az olimpia, hát ott is viharok, szélviharok, esők, minden, és akkor azt mondta az attali olimpiai bizottság, hogy kérem tisztelettel, mi biztosítunk mindenkit, hogy itt minden rendben lesz, nem lesz szél, nem lesz eső, nem lesz monszun, nem lesz semmi, és nem is lett. Szerinted akkor ők már tudtak valamit befolyásolni? Amikor Szentpéterváron volt egy G7-es, azt hiszem 2019-ben, vagy mikor, akkor G7-es csúcs találkozó, akkor még ez még bőven a háború, meg a Covid előtt volt, akkor ugyanez volt, hogy egy olyan helyzet volt, hogy felhős volt, esős volt, hogy valami, és akkor mondták az oroszok, hogy no problémo, mi majd intézkedünk. És mire elkezdődött az egész, addigra egy-két kobor felhő sétált ott az égbolton, és nagyobb valami volt. Na jó, de azért mondjál valamit, mert mi csak itt beszélünk, de hivatkoztunk itt a nézőkre, na, olvasókra. El akarnám mondani. Hát mondd el, de már, például, hogy mi, hogy reagálnak. Várjál, én úgy mondom, hogy a Péter, de nem akarom mondani, de el kell mondani, hogy olyan, mint egy ilyen fiatal, a B. Péter. Tehát nem szoktuk elmondani, de nem Péter. De igen, és külön imádom, mert azt írta, hogy legkedvencebb szerkesztőmnek, ez most én voltam kivételesen, humusról írt, és azt mondta, hogy Csernozjom. Fekete ez az emberek, így van pontosan. Fekete föld írja utána,
Orosz kifejezés fekete színű talaj, amely nagy százalékban tartalmaz humuszt, valamint foszforsavat, foszfort és ammóniát. Aki a mezőgazdaságban járatos egyébként tudja, hogy ezek a dolgok, amiket felsorolt, ezek vannak benne egyébként a műtrágyában. Ez így gyárilag benne van. Azt mondja, a fekete föld nagyon termékeny talaj, magas nedvességtartó képességéből adódóan hatalmas mezőgazdasági hozamot képes produkálni. A csernozium nagy része ennek az egésznek földnevű bolygón Ukrajnában található, és utána az írja, hogy a háború során az Egyesült Államoknak a nagy gigacégei fölvásárolták, Ukrajna egyharmad részét fölvásárolták, igen. És ez az egyharmad részét, mit tesz Isten, ez pont ez a csernozium, tehát ez igen. A fekete földre. De zárójel Magyarországon is van ilyen csernozium. Nagyon kevés az Alföldön valahol. Így van, nagyon kevés van belőle. Egyébként azt mondták, hogy 800 millió embernek az ellátásáról lenne képes gondoskodni a Ukrajna. Egyébként, amikor megvolt a 2014-es amerikai pucs, mert ez egy pucs volt, amit csináltak ott Kijevbe, és elzavarták a régi vezetést, oda jöttek, na akkor onnantól hirtelenjében az amerikai cégeknek lehetett vásárolni egyébként. Hát igen, ezt a múltkori adásban is mondtam. Várjál, de nem lehetett közvetlenül, hanem csak úgy, hogy ilyen különböző részesedést szereztek különböző cégekbe, és amikor 2019-ben hatalomra került a Zelenszkij elnök, akkor azonnal engedélyezte, hogy ezeket akkor most már realizálják, és tényleg beszerezték őket. Igen. Kedvencünk Soros Gyuri bácsi $1 milliárd vásárolt itt be ezt az egészet, és most gyakorlatilag ebben a háborúban többek között ezeket az érdekeiket is. Na de akkor azt ne felejtsük el, hogy szóval nem véletlen, hogy annyit beszélünk és beszéltek arról, hogy egyszerűen a bevétele Ukrajnának, mert a világ egyik legfontosabb gabona exportőre, és amikor már nem lehetett elvinni, hát vagy ott marad a nyakukon, aztán megegyeztek ugye török közvetítéssel, hogy akkor mégiscsak el lehet menni isztambuli kikötőbe, vitték a dolgokat, vitték. Na de amikor a földvásárlás moratóriumát Zelenszkij feloldotta, akkor aztán is nem csak amerikaiak, hanem akkor már beszálltak talán kínaiak is, meg minden. Szóval mindenki, mert fölvásároltak egyébként. Egyébként magam most itt teszem helyre, itt mondtam az Alföldöt, a Csernozőmnál, a Kisalföldről van szó. Másik részen az a mindegy, jó. Na igen, nem szóval föld, termőföld. Alföld, kicsi vagy nagy, hát most már. És fekete föld. Így van. Na mindegy, egyébként még várjál, csak úgy fejezi be, hogy ha világuralomra törsz, tedd szerényen, légy türelmes, ha monopól helyzetet akarsz, pusztíts el mindent, de csöndben, aztán te leszel a megmentő, aki az éhezőknek kenyeret ad. Jönne egy másik, de ez nagyon jó, ez nagyon tetszik, ez a D. László. D. László. Igen, azt mondja, ha 50 éves korodig nem hiszel az összeesküvés elméletekben, szó szerint idézném, mert tökéletesen hülye vagy. Ha 50 éves korod után sem hiszel az összeesküvés elméletekben, akkor is hülye vagy. Az egész, figyelj, ennél jobban szerintem megfogalmazva azokat, ő leírta azt, hogy a nézés, hogy mennyire azonosult a műsorral, azt mondja, az egész emberi történelem nem más, mint utólag napvilágra került összeesküvések története, és minden összeesküvés mögött egyetlen hajtóerő van, a pénz. Most is erre megy ki a játék. Aki a világpénz, azé a világ. A dollár világpénz. Ez a szerepe most veszélybe került. A háttérhatalom ezt a funkciót akarja minden és minden bármi áron megvédeni. Ennyi. Csak félreteszem hozzá, hogy ez a bizonyos veszélybe került az Egyesült Államok dollár, akkor most, ha Európába ugrunk, akkor itt az euró veszélyéről is beszélhetünk nyugodtan. Hát például, de általában olyan elhangzott a Centrum Nagy Összeomlás műsorban, hogy 1-13 között volt a dollár-euró árfolyama, most pedig magasabb a dollár árfolyama, mint az eurónak az árfolyama. Most elkezdett lemenni, na de hát Magyarországon most a jegybanki alapkamat 11,5%, ha most fel akar venni valaki egy kölcsönt, egy személyi kölcsönt, az szerintem 40% körül van, sima kölcsönök is felugrottak szerintem 20%-ra, 3 évvel ezelőtt ez az alapkamat 0,75% volt. Tehát ilyen helyzetet teremtettek. Csak várjál, van még egy valami, ez nagyon hosszú lesz, és ennek csak a főbb gondolatait mondanám el. Hát itt a háborúról van egy, ez nagyon jó, mert ezt már eleve így írta alá, P. Tomás mondja, és azt mondja, hogy
hogy tökéletesen látja a helyzetet, azt mondja, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a jelenlegi Biden mögött álló klientúra megálmodott egy több lépésből álló forgatókönyvet. Már Egyesült Államokról van szó. Igen, és hogy akarják megint felosztani a világot, és hogy a háború az mindig nagyon jó üzletnek számított. Tudjuk. A háborút és azok a pénzügyi körök, azok, amióta a világ mind a két oldal támogatják, és mi pontosan megcsináltuk, ez volt az egyik olyan műsorunk, amire utaltál az elején, hogy Németországban nem tudták, és hálásak voltak az információért, hogy a másik világháborúban ezek a pénzügyi körök ugyanúgy támogatták az egyik oldalon az Adolf Hitlert, a másik oldalon, mit tudom én, a Churchill-t, csak mondok egy példát. Igen, igen. Tehát mind a két oldalt, és utána egyébként az akkori Szovjetuniót is, mert a fegyveres szállítottak nekik 50 000 repülőgépet, 100 000 harckocsit, meg 100 milliárd lőszer. Itt, anélkül... itt van az angol példa. Amikor a kopogás által, ezt is elmondtam, hogy ezt hagyj ismerjem el, mert valaki megint észrevette, hogy itt mondtam, hogy itt a Spitfire nevezetű valami, és akkor éreztem, hogy hülyeséget mondok, és persze, hogy azt mondtam, mert a Messerschmitt volt a német, igen. Spitfire az angol volt, de mindegy, de mindegy, és ez meg lehet nekem. Azt a támogatták, bocsájtani. Hogy utána lebombázzák. Na várjál, például őket. Most ez a úr, ez a P. Thomas, igen. Ami zseniálisan leírva és megfogalmazza az egészet, elmondja azt egyébként, amit mi a műsorainkban szépen-szépen részenként kifejtettünk, uh-huh. És akkor emlékezz vissza, hogy én mondtam egyszer, hogy hát milyen érdekes volt egy kétpólusú világ, volt uh-huh. egy szocialista, kommunista rendszer, meg volt a maga a liberális, a szabad világ, mert ez úgy hát mondták, itt volt a... Már nem kétpólusú. Így van, most már csak egypólusú, de abban a világban, hogy nagyon szimpatikus tűnt azoknak az embereknek, hogy az a szocialista, kommunista rendszer, mert ott tökéletesen meg lehetett fogni az embereket. Hát Kínában most is ezt csinálják, és ott pedig másfél milliárdan élnek. Tehát ott ezt megcsinálták, ezt az egészet, de egyetlen egy problémája volt a jelenlegi világhatalomnak, hogy ez nagyon jó az, igen, azzal nagyon jól lehet kordába tartani az embereket, de hát nem mi irányítjuk. Mert ugyebár volt az úgynevezett szabad világ, és igen. Meg volt az a pénzrendszer, amit elmondtam két héttel ezelőtt, hogy ez hogy működik. Igen. Majd volt egy külön szocialista pénzrendszer, uh-huh. Amely rubel alapú volt, az egyik a dollár alapú volt, a másik rubel alapú volt, és ezeket puha valutáknak hívták, erről is szó volt, mert ezeket nem lehetett csak úgy simán átváltani. Emlékszem, hogy amíg kimentünk valahova, külföldre, elmentünk galád módon Csehszlovákiába, vagy bár csak Csehszlovákiába is, és a Tuzex nevezetű boltba, ez egy valutás bolt, ott tudtunk farmeringet ilyet venni, igen. Akkor el kellett menni a különböző ilyen sebterős emberkékhez, és mint egy körülbelül másfélszeres áron, mint amennyibe került tényleg, akkor meg kellett menni az egészet. Lásd, Váci utca. És én is emlékszem, és azért jutott eszembe a Nyugat, mert hát emlékezetem szerint először meg kellett lenni a nyugati a kék útlevélnek, és utána lehetett persze. Csak pénzért menni, és a Váci utcai kereskedők annyira profik voltak, tudom, és nem titok, nyilván nagyon sokan vásároltak ilyenkor tőlük, de nem ám, hogy átvertek, hanem a bankba, ez velem fordult elő, a bankba bementem a pénzváltó emberrel, akinek számlája volt a magyar bankban, onnan vette le, és onnan adta oda. És akkor mindig arra hivatkoztak, igen, meg átverik, meg hamis pénz, meg minden. Biztos volt olyan is, de a bankos ismerősök is mondták, kérem szépen, itt van a számlára, onnan adja ki a pénzt. Budapesten a rendszerváltás után a leggyakoribb kifejezés, amit a pályaudvarok, még ilyen helyeken hallottál, Change money, és jöttek, és hozták, és mutatták a pénzüket. Igen. Na mindegy. Na most ez az úr... Egyébként nálunk is volt ilyen bolt. A Consumex? Nem, IKA. IKA, valami ilyesmi volt. Nem. Nem, hát nem IKEA semmiképpen sem. Nem tudom, nem a Váci utca, bent, vagy Fejérai utca, vagy nem tudom, valahol ott volt, tudom, igen, emlékszem. És ott lehetett nyugati cuccokat venni. És ott az ember elment, mert és nézte, hogy ott vannak azok a dolgok, amik egy kicsikét hiányoztak a magyar polcokról. Na igen. Na ez a P. Thomas a végére tökéletesen megfogalmazza, azt mondja, hogy ő azt mondja, hogy a Klaus Schwab, aki ezt a nagy újraindítást, a Világgazdasági Fórumnak az elnöke és megálmodója, ez a Klaus Schwab lenne az új Lenin. És ő szépen igen. Végigvezeti egyébként, csak egy rövid írásba, azokat, amiket mi itt nagyon-nagyon sokszor részletesen elmondtunk, hogy akarják megcsinálni azt, hogy építik le a dolgokat, hogy emelik meg az inflációt. Nem akarták elhinni az emberek, a kedves nézők azt írták, hogy és hogy veszik el az én lakásomat? Hát úgy veszik el a lakásodat, hogy lesz
6500%-os infláció, semmit nem fog érni a pénzed, igen, nem lesz munkád, nem fog tudni kifizetni a részleteket, és akkor utalnék arra az 1934-es bankárok, a Bankers című, igen, megjelent közleményre, amely azt mondta, hogy azonnal jelzálogot, mindent azonnal émésítékkel mindent el kell venni, mert azok az embereknek, akiknek nincs otthona, azt akartam mondani, hogy igazából nem fognak pofázni. Na de várjál, akkor még egyre térjél rá mindenféleképpen, mert itt, hát ugye háború, meg oroszukra háború, meg mindenféle háborúkról beszéltünk, de ezt én direkt kinéztem, és te kinézted, mert most a Klaus Schwabról volt szó, ugye, ez a bizonyos szegénységi világkommunizmus. Hát ez mit akar, vagy mit akarnak ezzel? Hát ezt akarják megcsinálni, és ebből az lesz egyébként, hogy gyakorlatilag egy szocialisztikus, kommunisztikus valamit akarnak megcsinálni, aminek én egyszer elmondtam, hogy ennek az én számomra mondom csak, politikamentesen van egy szimpatikus vonulata, amire azt mondja, hogy mindenki a megtermelt javakból, mindenki a szükségletei szerint részesedik, és nem úgy néz ki, hogy van egy indiai hajóbontó, aki keres napi $2, meg van egy ingyen élő, semmifajta érdemi valós tevékenységnek nem végző broker, az megkeres évi 15 millió dollárt. Ez valahogy igazából tényleg nincs arányban egyébként. Tehát ennek a része, csak ezt, ahogy meg akarják csinálni, az eredeti szerint, az eredeti variáció szerint, amit egy bizonyos Karl Marx és Friedrich Engels nevezett urak álmodtak, vagy elvtársak, bocsánat, álmodtak meg, vagy egy hatodik Lenin. Hatodik Lenin. A végig Lenin, tehát a Vladimir Iljics Lenin, Vladimir Iljics Ujjanov, vagyis tehát a Lenin álmodott meg, abba egy közösségi tulajdon lett volna. Tehát ami nálunk volt állami tulajdon, tehát hogy nincs egyéni tulajdon. Most viszont úgy néznek ki, hogy annak a nagyon kicsinyeknek a kezébe lenne a világ összes javának a tulajdonjoga. De nem a Rothschildokra gondolsz. De ezek a Rothschildokra gondolok, és a Rothschildok és a köréjük szerveződő pénzügyi gazdasági kör, igen, ővék lenne minden ezen a földnevű bolygón, és éppen ezért leszel. Amit elmondtuk sokszor, ezt a szlogent, hogy nem lesz semmi, és boldog leszel. Én nem nagyon találkoztam még olyan emberrel, akinek nincs semmi, és boldog, igen, lenne, de azzal próbáltak utalni, hogy na innentől kezdve te gyakorlatilag mindent bérelni fogsz, nem lesz semmi. Na de innen származik az a mondás is, hogy a pénz nem boldogít, csak ha van. Igen. Hát igen, egy akinek nincs, meg hát önmagában az igaz egyébként, hogy csak a pénz nem boldogít. Tehát sok-sok olyan embert ismerünk, akinek nagyon sok pénze volt, de nem volt szerencséje a magánéletben, hát a párkapcsolatban, nem tudom, csodában, depressziósat. És ez majd ugyanígy működik, persze, ezzel nincs semmi probléma. De mindegy, tehát ő azt mondja, hogy azt mondja, hogy most úgy érzik, hogy itt a nagy lehetőség, és Schwab, vagyis az új Lenin, a Davoszi végi FN, ez a világgazdasági fórumon megkérdezte a programot, pénzük, hogy végigvigyék, minden esetben van hozzá bőven. Ha az elképzelést sikerül megvalósítani, jóléti fogyasztói társadalmak viszonylag rövid időn belül lebontásra kerülnek. Igen. A válságok nyomán felgerjedő inflációban az emberek megtakarításai lenullázódnak, és ezzel lehetővé válik, hogy a vagyoni különbségek eltűnjenek. Ha pedig az irítség legfőbb oka megszűnik, akkor joggal töltheti el mindenkit egyfajta boldogság, hogy egyenlőség van. Vagy talán mégsem. Vagy talán mégsem. Hát, nagyon köszönjük. Péter Tomás. Igen. Tomás, bocsánat, nagyon szépen köszönjük. Na, ezen kívül egyébként kicsiben, nagyban, rövidebben, hosszabban tündér aranyos vannak. Én nem tudom miért, valamiért a nők erre persze sokkal fogékonyabbak és sokkal érzékenyebbek rá. Én ezt elmondtam neked, a férfiak között vannak anyázósak, és nem tudom, hogy csinálják, és azok, akik valami minősítettet a magán kiosztanak bennünket. A hölgyek között, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, nagyon szépen aranyos. Én esküszöm. Tudom. Nem találkoztam még egyetlen olyan női kommentel, pedig őszinte leszek. Megnéztük a múltkor, a 54%-a nő volt, és csak 46%-a volt férfi. Igen. Tehát a megfejtőkről beszélek, igen, bocsánat. Igen. Tehát ilyen arányban voltak, tehát többen vannak. De ők megdicsérnek, megköszönik az információt. Nagyon sokan. Igen. A következő sorsoláson majd figyelünk, most annyira kaotikus a helyzet, azért nem voltak most külföldi nyertesek. Uh-huh. De nagyon, főleg a környező országokban nagyon-nagyon köszönjük. De a világ minden, ugyanígy jön Amerikából, ugyanúgy. 38 országból, ugyanúgy jön Nagy-Britániából, Skóciából, jött Izraelből, jött Ausztráliából, jött Finnországból, Szlovákiából. Hát arról most ezek nem ez csak a mostani tudom, tehát a mostanira, tehát most konkrétan.
és általában megköszönik ezt a tevékenységet, és az utóbbi időben azért ez egy kicsikét idézőbetűvel megijesztett, hogy, hogy azért félve keresem meg az önök csatornáját, hogy önök még mindig megvannak-e, azt mondja, igen. Mert olyan, bocsánat a kifejezés, olyan nagypofával hirdetik, azt mondja, egy igazat, és mondják az igazat, hogy ebből nem lesz problémájuk. És akkor egy valakitől én megkérdeztem, akkor visszértem neki, mert nagyon-nagyon tetszett, hogy ez is mire gondol, és akkor azt mondja, hogy azt mondja, hogy önök megpróbálják szélsőségektől mentesen reálisan felvázolni. Így tehát van. Nem a legvadabb, a legtényleg legagyamentebb valamiket, mert azokat mi is kigyomláljuk, azokat mutatjuk igen. be, hanem megpróbáljuk realisztikusan megmutatni ezeket a dolgokat, na és ez nekem is nagyon jól esett, hogy mindenkinek nagyon szintetikus. Ez tökéletesen így van, hozzáteszem, és ezt is megköszönöm nevedben is, mert nagyon sokan személyesen is, és személyes ismerőseink, vagy akár utcán, bárhol megy az ember, megköszönik, és ezt nagyon-nagyon elmondják, és a hölgyekre visszatérve valahogy tényleg én is úgy vettem észre, hogy jobban reagálnak. Már a mi szempontunkat bevéve. Vegyük már tudomásul. Kíváncsiak. Másképpen van, bocsánat a kifejezésre, másképpen van húzalozva a nőknek és a férfiaknak az agya. Sajnos. Ez probléma is, ez sajnos is. És rengeteg olyan dolog van, amire a nők sokkal érzékenyebbek, sokkal fogékonyabban, sokkal jobban rá tudnak érezni ezekre a dolgokra, sokkal jobban átérzik a világnak ezeket a rezülését. Azért próbálják most rengeteg helyen, mit tudom én, olyan politikusokat vezető pozícióba helyezni. Két héttel ezelőtt az új brit miniszterelnök nőnek, az volt az első, Liz Trussnak, az volt az első megnyilvánulása, hogy az új kabinetben négy meghatározó ponton belügyminiszter, meg ilyen helyeken, ez így hangzott el, hogy négy fehér férfit, igen. Négy gazmond, tehát négy gazfehér férfit azonnal eltávolított, és négy fekete nőt rakott oda. Tehát kimondottam, fekete, afrikai országból származó nőt. Ezt majd a műsor másik részében, vagy már ott tartunk? Mindjárt ott tartunk. Na akkor, hogyha elmondjuk, akkor igazából azt kell mondanom, hogy nincs semmi probléma. Csak akkor van probléma, hogyha akkor helyezünk ide valakit, hogy azért helyezünk ide, mert fekete és nő. Nem azért, mert ért hozzá. Nézzünk meg szerintem egy feloldó kis bejátszást. Jó, hát azt mindenféleképpen, de akkor a műsor elején azért én el szoktam mondani, hogy mire számíthatnak a nézők. Most szóval, nem mondd el, mert nem most mondom már... el, annyit mondok csak el, hogy filmrészletek lesznek, van, amit már mutattunk, de nem véletlen, hogy ebben a mai világban ismét előhozzuk. Akkor nézzük meg az elsőt. Gyalog? Gyaloggalop. Gyaloggalop. Asszony! Ember! Pardon, ember! Ki lakik abban a várban? 37 vagyok. Tessék? Alig 37, nem vagyok öreg. Nem szólíthatlak csak embernek. Szólíts Dennisnek! Nem tudtam, hogy úgy hívnak. Meg sem próbáltad kitalálni. Még egyszer elnézést az öregasszonyért, de hátulról... Azt rühellem, hogy úgy beszéltél velem, mintha alád tartoznék. Király vagyok. Király? Na hiszen... És hogy lett belőled király? Kizsákmányolsz másokat, mi? És idejét múlt a imperialista dogmákkal fenntartod a szociális és gazdasági különbségeket a társadalmunkban. Ha valaha is előbbre lépünk, de csak is, úgy... Várta meg, Cuki, nekem való, rogyos most. Ó, üdvözlöm. Üdvözlöm, asszonyom. Arthur vagyok, a brittek királya. Ki az a vár? Kinek a királya? A britteké. Kik azok a brittek? Mi vagyunk, mindannyian. És én vagyok a királyotok. Mit szólsz, van királyunk? Azt hittem, autonóm közösség vagyunk. Ne áltass magad, asszony! Diktatúra ez a javából! Abszolút autokrácia, amelyben a munkásosztálynak... Megint belehergeled magad ebbe az osztály micsodába. Mert erről van szó. Hát nem értitek... Pillanat, jó emberek, sietős a dolgom. Abban a várban emberek, abban a várban ki lakik? Nem lakik senki. Hát ki az uratok? Nincs nekünk urunk. Micsoda? Mondtam már, anarcho-szindikalista közösség vagyunk, és hetenként fölváltva mindig más gyakorolja a végrehajtó hatalmat. De
De csak azok a döntései jogerősek, amelyeket a két hetenként összeülő különbizottság de... pusztán belügyekben elég az egyszerű szótöbbség. Most már elég! De legalább kétharmad kell a jelentősebb ügyek. Elég, megparancsolom, hogy hallgass! Nézzenek oda, mit képzelsz, ki vagy? A királyod vagyok. Én ugyan nem szavaztam rád. Királyra nem is szavaznak. Akkor hogy lettél király? A tavak királynője a napfény megcsillant aranykelmébe burkolt karján. A magasba emelte a tó mélyéből a szent szabját, jelképezvén, hogy Isten akaratából én, Artúr legyek annak hordozója. Ezért vagyok a királyotok. Hát ide hallgass, egy vízben hancúrozó és karddal hadonászó menyecske nem dönthet az államforma felől. A legfelsőbb végrehajtó hatalommal csak a tömegek ruházhatnak fel bárkit is, és nem egy kis nőcske a vízirevűből. Elég, tartsd a szád! Csak nem képzeled, hogy a te kezedben van a hatalom attól, hogy egy vízitündér hozzád vágott egy rozsdás kardot? Tartsd a szád! Ha elkezdeném mondogatni, hogy én vagyok a császár, mert egy elázott tyúk fejbevert egy buzogánnyal, hát rögtön kinyírnának, nem igaz? Pofa be, most már aztán pofa be! Látják? Az erőszak belejárulja a rendszernek! Pofa be! Mindenki láthatja, hogy ez egy erőszakrendszer. Elnyomnak! Segítség! Elnyomnak! Üdös paraszt! Na, most elszólta magát. Hallották? Ezt magyarázom. Látta, hogy elnyomott? Maga látta, ugye? Látta, maga látta. Szóval a társadalom összetétele, uralkodók vagy király nélküli alattvalók, viccesnek tűnik, de azért áthallásos, hogy finom. Így van, pontosan éppen. Várjál, két nagyon gyorsan, igen, mert egy kicsit el most be kell vallanom. Jó. Most először, jó, a 10 éves évforduló igen. kapcsán. Nagyon gyorsan, csak elmondok egy perces valamit. Van egy Daponte String Quartet, ez egy vonós zenekar, amelyik igen. nagyon jó. Csináltak egy alapítványt. Igen. És az alapítványnak az volt a célja, hogy adományokat gyűjtsön az ő részükre. Nem sokkal később, vagy egy nem fél évvel később, figyelj, az általuk létrehozott alapítvány kuratóriuma kirúgta őket. A saját magukat, tehát magát ezt a zenekart kirúgta, mert? Arra való hivatkozással, hogy kevés színesbőrű és női nem tudom milyen szerzőnek a darabját járatják. De most még egyszer mondom, mintha mi létrehoznánk egy alapítványt arra, hogy támogassa ezt a műsort, majd az alapítvány kirúgna bennünket, mondva, hogy túl sokat foglalkozunk az összeesküvés elméletekkel. A másik eszteiket jó pár nézünk és övetette, túlsúlyosság kövérségnek a problematikája. Igen. De ugye ez egy sokkal mélyebb probléma. Kitalálták ezt az agy és elmebeteg kifejezést, a testsúly szégyenítés célú akármicsodát, mondna, hogyha valaki el van hízva, de én például most az elmúlt valamivel meghíztam 5 kilót, igen. és emiatt baromi rosszul érzem nem kell magam egyébként. Igen, ez egy ilyen női módszer, igen. de na, tehát rám ez nem hatott ez az egész módszer. A probléma az embereknek a 99%-a tudja, hogy a túl sok szénhidrátfogyasztás, a kevés mozgás, mozgásszegény életmód, ez okozza ezt az egészet. Igen. Amennyiben most, ahogy most kinéz egyébként az egész világ, amennyiben, hogyha te nem ilyen lennél, akkor először ott mondtak, hogy te mozogjál, sportoljál, csináld ezeket a különböző dolgokat. Igen. Mostanra ezt leállították. Azt mondták, igen. hogy teljesen mindegy, neked nem kell szépnek lenni. Maradj otthon. Az amerikai szépségversenyen már nem vonulnak fel fürdőruhában, nem csak ruhában vonulnak igen. fel, és igutesztekre kell válaszolniuk, várjál. És ezt a testsúly szégyenítés dolog, ez a legszörnyűbb ebbe az egészben, mert abban a pillanatban most azt mondják, hogy nem baj, hogyha te dagadt vagy el vagy hízva, és nem arról van szó, hogy én 85 helyett 90 vagyok, hanem igen. aki 90 helyett 140, tehát ezekről van a probléma. Nem baj, mert így akkor te megvásárolod rengeteg és terméket megvásárolod, ez csak üzlet. Amennyiben ezek az emberek betartanák ezeket a dolgokat, komolyan vennék, akkor egy halom üzletág. Itt például valaki megírta nekünk egyébként, hogy édeségek, chipsek, cukrosítők, fogyitabletták, vérnyomáscsökkentők, savlekötők, pufadászgátlók, egész iparágak mennének csődbe egy ilyen ébredés hatására, és hát sajnos égetően kell, hogy ideológiai mindazok számára, akik az emberiség folyamatos mérgezéséből élnek, ezek ilyen több ezer milliárd dolláros tételekről van szó. Persze. És ennek a hátterében nem összeesküvés, összefüggés elmélet. Ez áll az egésznek a hátterében. Nem azért, mert ők most azt akarják, hogy mindenki elégedett és boldog legyen önmagában. Na most, ami most következik... Még egy bejátszásra gondolsz, vagy szövegre gondolsz? Nem szövegre gondolok, ami most következik, az már mutattuk, mert azt hiszem, hogy ez is egy napjaink problémája, de nézzük meg előbb, és ugye ez a
gyalogaló volt, ez a Brian élete. Igen. Onnan. Én úgy érzem, Recs, hogy egy antiimperialista csoportnak, mint a miénk, tükröznie kell a birodalom belsejében feszülő érdekellentéteket. Egyet értek, Francis? Igen. Azt hiszem, Judith szemlélete helyén való. Feltéve, ha a mozgalom nem felejti el, hogy elidegeníthetetlen joga minden férfinak... Vagy nőnek. Vagy nőnek, a férfiatlanság. Vagy nőietlenség. Vagy nőietlenség. Úgy van. Köszönöm, bátyám. Vagy húgom. Vagy húgom. Hol tartottam? Azt hiszem, befejezted. Igen. Továbbá, vele született joga minden férfinak... Vagy nőnek. Hagyd már abban a nőzést, örökké kizökkentesz minket. A nőknek joguk van szerepet vállalni a mozgalmunkban, Recs? Miért jössz állandóan a nőkkel, Stan? Az akarok lenni. Mi? Nő akarok lenni. Mostantól mindannyian hívjatok Lorettának. Mi? Egy férfinak joga van ehhez. És miért akarsz Loretta lenni, Stan? Gyerekeket akarok. Gyerekeket akarsz? Minden férfinak joga van gyereket szülni, ha akar. De te nem szülsz gyereket. Ne nyomjál engem! Nem nyomlak el, Stan, de neked nincs méhed. Hogy fogod kihordani a magzatot? Belerakod egy szatyorba? Nekem van egy ötletem. Gondolom, abban egyetértünk, hogy tényleg nem lehet gyereke, mivel nincs méhe, amiről nem tett senki, még a rómaiak sem. De joga lehet hozzá, hogy gyereket szüljön. Remek ötlet, Judi. Harcolni fogunk, hogy ismerjék el a szüléshez való jogotokat, bátyám. Húgom, bocs. Ez miért jó? Már mi? Miért küzdenünk, hogy legyen joga szülni, ha egyszer nem szülhet gyereket? Ez egy szimbólum. Az elnyomás elleni küzdelmünk szimbóluma. Azt hiszem, nem kell sokat gondolkozni azon, hogy tele van a világ LMBTQ és egyáltalán a transzneműséggel. Minden esetre direkt megnéztem, az amerikaiak nagy része ellenzi, például, hogy transznemű nők, azaz olyanok, akik férfinak születtek, biológiai nők ellen versenyezzenek, akár középiskolai, egyetemi vagy professzionális sportágakban. Ez a Washington Post és a Marylandi Egyetem felmérése volt, szóval nem ám csak úgy. A transznemű lányok esetében is ugyanez van. És a Nemzetközi Úszószövetség is úgy döntött, hogy a biológiai férfiak született személyek, akinél egy meghatározott korban, tehát ez 12 év, beindult a férfi hormonok termelődése, kizárólag a férfiak mezőnyében mehetnek, és hogyha nem váltás esetleg 12 éves kor előtt megtörtént, és akkor egy bizonyos szint alatt kell lenni a tesztoszteron szintnek, minden esetre, ezt csak az érdekesség kedvéért mondom, Egerszegi Krisztina háromszoros olimpiai bajnokunk azt mondta, hogy a férfi sport az férfi, a női meg női, és azért hoztam szóba, mert van egy Caitlyn Jenner nevű hölgy, igen, aki maga is transznemű, férfinak született, de már nőként él, és még ez a transznemű, és azt mondta, hogy ferdöntés született, mert ha valaki átesett a férfi pubertáskoron, akkor nem szabadna elvennie érmeket a női sportolóktól. Egyébként nem csak ők, hanem a Nemzetközi Rögbi Liga is így döntött. Muszáj volt elmondani, néhány, mert ez napjaink gondja. Néhány nagyon gyors dolog, olyan, hogy transznemű nincs egyébként, csak transz van egyébként, mert a nemű, mert neműből csak kettő van, igen, egyébként, tehát a férfi vagy himnem nő nem van. De sokan egy külön sportágat akarnak létrehozni. Igen, tudom, és ez egyébként borzasztó. Nem is ez jelent az igazán nagy problémát azzal, én maximális mértékben egyetértek, hogy minden egyes társadalmi csoportnak, minden egy embernek legyen meg a lehetősége egyenlőségre. Egyetértünk vele. Az, hogyha ilyen kiemelt szerepet kapnak, és százszor annyi figyelmet kapnak, és százszor annyi támogatást, mint amennyit kellene, akkor azzal már nem értenek egyet. Normandiai partraszállás évfordulója volt pár hónappal ezelőtt egy találkozó, az Amerikai Egyesült Államok elküldött két transz embert, elküldött az egyik miniszterét, egy férfi női parókába, szoknyába, itt katona emberek voltak egyébként. Hát a másik pedig fordítottja volt, egy nő férfinek öltözött nő, egyébként egy rövidhajú nő, aki valami atomenergia szervezetnek az Egyesült Államokban a tagja, igen, és ott az a lényege, hogy ő neki a neten termel olyan felvételekkel, hogy kutyamaszkba öltözött férfiakat sétáltat korbáccsal a kezébe, ezt az embert megválasszák az Egyesült Államokban. A másik legrosszabb,
A német kormány, amikor hatalomra került, akkor az első intézkedése egyik az volt, hogy minden transz ilyen nem átalakító műtétet az ottani TB-nek kell fizetnie. Igen, ez az ottani kinti árakon olyan 10 millió forinttól felfelé van. Na ez önmagában, ez engem nem akasztott volna ki. Az a dolog, hogy a világon gyakorlatilag mindenhol, sajnos nálunk is, Németországban is a fogászati kezeléseket, azok nincsenek ingyen. Pedig, hogyha valakinek beteg a foga, a szép problémákat, mindenfajta rengetesok benne, vagy valami esztétikai probléma, igen, tehát hogyha valakinek ilyen össze-vissza vannak a fogai. Nagy-Britániában évekkel ezelőtt már javíts magadnak ilyen műfogsorjavító készleteket árultak a boltokban. De mindegy, itt az a lényeg, hogy megint a finanszírozásban, megint a hangsúlyok, tehát megint az, hogy nem tudják megtartani az arányokat. Tehát igazából nincsen senkinek sem problémája ezzel, de ha állandóan ezzel foglalkoznak, vagy direkt tudatosan ezzel foclizza az Egyesült Államok, hogy elküldi oda, két transz valakit küld el oda, aminek az ég egy világon semmi köze nem volt ehhez. Az egészet mondom, egyik közlekedési, a másik meg valami atomenergia, valami, és elküldenek két ilyen embert, de eleve, hogy ők ebbe a posztba kerültek, már az önmagában is nevetség. Igen, és akkor megint ugye pénz beszél, mert ezt is megtaláltam, hogy a Target amerikai divatcég transznemű gyerekeknek szánt ruhákat és kellékeket kezd forgalmazni, mellkas leszólítót, lapos mellbe, stb. Tehát pénz, ebből is pénzt csinálnak, és ezt meg a másik azért vág nagyon, amit mondtál, hogy kiket neveztek ki és kiket küldtek el. Azt mondja, hogy egy michigani főügyész azt javasolta, hogy minden iskolába kellene egy úgynevezett drag queen, vagyis kihívó női ruhába öltözött férfi, mert akkor itt ez egy szabadságjog, és ilyen pólókat is csinálnak már, hogy a transz, a szabadságjog is felszabad. Ebből is egyrészt felháborító szerintem, pláne, hogy gyerekekről van szó, másrészt meg ebből is pénzt csinálnak. Megint utalnék a két héttel ezelőtti adásunkra, a Bankhözben megjelent cikkre, hogy az emberek, hagyjuk, hogy az emberek hülyeségekkel és semmit mondó dolgokkal foglalkozzanak, foglaljuk le az agyukat ezekkel a dolgokkal, miközben mi a fontos dolgokkal igazából csak a háttérben úgy foglalkozunk, és éppen ezért, hogyha az emberek most ki akarnak menni tüntetni, akkor ilyen dolgokat kimennek tüntetni, azért kimennek tüntetni, hogy mit tudom én, a férfiak rózsaszín tűruhába szolgáljanak föl a boltba eladóként, mert ugye ez joguk van, itt is elmondta, hogy joga van az szülni a férfinak. Na, és hogy ezekért tüntetnek, de azokért nem tüntetnek, hogy a világ urainak az ostoba döntése jelen, és azok ellen nincsenek felháborodva. Én csak ezen vagyok kiakadva. Pontosan. Tehát én nekem semmifajta problémám nincs ezekkel, csak ezekkel a kreál dolgokkal nem szabadna foglalkozni. Pontosan. Na most akkor menjünk tovább. Egy utolsót? Egy utolsót, mert alig van már időnk, de ezt, hogy Erika Viking, ezt semmiféleképpen nem lehet kihagyni. Íme. És a többi. Ne hallgassatok a vészmadarakra, minden a legnagyobb rendben. Lágért sem mondanék ellentőfelségének, de nem kizárható annak lehetőség, hogy mégis süllyedünk. Ó, nem, kedves barátom, javaslom, ragaszkodjunk a tényekhez. Atlantisunk már 1000 éve állt fent békében és jólétben. Bármi történjék is, egy dolog egészen biztos, Atlantisunk nem fog elsüllyedni. Csak azt szeretném mondani, hogy tökéletesen egyetértek őfelségével. Fő, hogy mindenben egyetértsünk, nem igaz? Igen, ott van a szabadság! Mindenki szabadon gondolhatja, ugyanaz a szükség! Ne üljetek! Atlantis mindjárt elsüllyed! Ez a tények tudatos meghamisítása! Elsüllyezhetetlen, mint a Titanic! Végig süllyed! Azonnal kinevezek egy bizottságot, hogy vizsgálja ki, kik terjesztik ezeket az alaptalan hírekezőket! Remélem, hamarosan lelepezik a rémhír terjesztőket! Addig is javaslom, Segítség! Tapaszkodj belém, Loki! Az úr nevében! Mondhatom, jól behúztál neki! Sértette az úr fülét az üvöltözésben. Oda nézzetek! Hajunk! A hajunk! Ne!
először a nők és a gyerekek! Na, gyertek már! Gondolja felséget? Hát? Apám! Nyugalom, minden rendben! Tehát elsüllyedtek! Húzzatok ide! Ugyan már! Ennek ez a nagy felhajtás! Pánikkeltő! Húzzatok ide gyorsan! Hagyjatok minket végén! Ne látjátok! Atlantis elsüllyed! Ugyan, gyermekem, ne ülj fel ezeknek az ostoba rémhíreknek! Hidd el nekem, minden a legnagyobb rendben! Vízzel több évtizedes sokan! Apám! Röviden, de velősen, amikor nem nézünk szembe a tényekkel, semmiféleképpen mindenki látja, de mégsem hiszi el, mert elhitetik velük a hazugságot. Így van, és gondold még, de én azt tapasztalom egyébként, és legyen ez a zárszab, és ez egy nagyon fontos dolog. Régebben, amikor jöttek, mondom, kommentelték, hozzászólták műsor alatt, mindor elmondták a véleményüket, akkor nem volt annyira egységes, mint most. Mostanra értették meg az emberek. Mostanra jutott el, túlment az inger küszöbökön, és most már egyre többen írták. Régebben előfordult, hogy azt mondták, hogy túlzásba viszitek, elfogultak vagytok, ilyenek vagytok, ilyen fenéknyalók vagytok, ide nyaltok, minden, amit oda regnott. Mostanra pedig most az emberek is egységesek lettek, és mindenki azt mondja, hogy oké, gyerekek, most már látjuk, hogy milyen lett a világ, hogy látjuk, hogy amit elmondtatok, amit végig, amit az elmúlt 10 évben itt végigvezettetek, azok sajnos pontról pontra bekövetkeztek. Néha, jó, lehetséges, hogy utólag visszanézve nem is tűnik olyan bonyolultak, vagy, vagy nehéznek, de gondold végig, hát mi egy sor dolgot megmondtunk, 8 évvel ezelőtt, 7 évvel, 6 évvel, 5 évvel ezelőtt, azokat, az irányokat. Nem vagyunk, nem tudom, tényleg nincs meg egyébként az a sajnos is meg az a varázsgömbünk, de attól függetlenül megmondtuk a dolgokat, megmondtuk és a lényeget, elmondtuk, bejött. És sajnos, na ez a legszörnyűbb, igen, ezeket, és ezt mindenképpen el kell mondani, hogy igen, de az emberek egyre jobban látják, egyre jobban most már mindenki gyakorlatilag férfinő leírja a mostani helyzetet, felvázolja, hogy mi van, és ezért fontos, hogy amit 2 héttel ezelőtt a műsorban, hogy próbáltam valami minimálisan valami segítséget nyújtani, hogy mit lehet adni, de most is ugyanazt mondom, hogy ha még nem látták, akkor nézzék meg azt a műsort, mert abban ott van benne konkrétum, hogy miket lehetne csinálni, hogy ebből a helyzetből valamiképpen a közeljövőben néhány éve belül kilépjünk. Így van. Mutatom a nyereményeket, kérem tisztelettel. Földi Pál könyve, az orosz-ukrán konfliktus háttere, az hiszem nagyon aktuális, és főleg azért is, mert Földi Pál ugye katona viselt ember, és meg, mint katona meglehetősen precízen írja meg ezeket a dolgokat. És akkor a előfizetés, a féléves előfizetés, októberi. Az októberi szám mindenféleképpen, és akkor a másik pedig titkos tudás. A titkos tudás, ez pedig a külön szám, ami hát a titkos tudás, majd meglátjuk, hogy mi az a titkos tudás, rendben. És akkor ezek tehát a nyeremények, de mindenféleképpen a kérdésre is figyeljenek, hogy hívják oroszul az ukrajnai fekete földet, amiről itt a műsor elején beszéltünk, és akkor hát a címünket azt már fújják, hihetetlen tv.kukac, hihetetlenmagazin.hu, és a beküldési határidő október 5-e, amiből egyenesen következik, hogy október 7-én lesz a következő adásunk, de maradva a szeptembernél, 30-án megismételjük a 2016-os szeptember 30-ai Frigyláda című műsorunk első felvonását. Hát ott, hogy mennyire hitelesek ott a Frigyládáról szóló előírások, és egyáltalán, hogy mit tudunk róla, leírásokat. És az október 7-ei műsorban pedig ez az új adás, amit mondtál is, a titkos tudás, és hogy hát mit, mikor, mit tekintettek titkosságnak és titkos tudásnak, hát és hogyan éltek, de én hozzáteszem, hogyan éltek vissza azok az illetők, akik a titkos tudás birtokában voltak, úgyhogy kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, péntekenként este 21 és 22 óra között itt vagyunk, az úgynevezett vágatlan adásunkkal, cenzúrázatlan és vágatlan adásunkkal, és remélem, hogy nagyon sokáig itt is leszünk.
Hát most ahol letiltanak meg minden, az sajnos szomorú, de azért mondd el, hogy hol nem, mert most a Dailymotion is letiltott. Így van, hát a következő nap, tehát a főadás pénteken megvan, este a következő nap szombaton fölkerül délelőtt a Hihetetlen magazin, és a Hihetetlen TV Facebook oldalára beágyazott Facebook, YouTube, Indavideo és Bicsú videóként, nézünk különböző más forrásokat is, akik feliratkoztak közel 50 ezeren a YouTube csatornánkra, azok értesítést kapnak, kérjük az elején nézzenek bele, hogy a YouTube algoritmusa úgy dolgozzon, bár a témák alapján előszeretetes rangsorolja hátra. Mind a két oldalon elmondhatják a véleményeket a műsorral és az ott megjelenő anyagokkal kapcsolatban. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, tehát akkor elmondtam a szokott időben. Jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, megvigyázzunk egymásra is. Minden jót a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Titkos tudás a rejtett igazság nyomában. Angyaloktól kapott szent üzenetek. Az utolsó napi szentek Jézus Krisztusának egyháza. A maja Atlantis krónika. A teremtés igaz története, a titokzatos skorpiófa, falemezekre írt történelem, a vigyázók könyve, tiltott jelek, bölcsek köve, Sumer himnusz, a tűzimádók bibliája, a magyarság ősgesztája, a sátán felrobbantott emlékműve, a georgiai tanúkövek, a Mein Kampf folytatása, Hitler eltitkolt könyve, a nakhammadi titoktól Júdás evangéliumáig, Tamás Fülöp, Júdás és Mátyás gondolatai. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról, eseményről olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában. Kapható az újságárusoknál.